Melyik az első sporttal kapcsolatos élményed, hogyha így visszaemlékszel egészen kicsi gyerekkorodra? De a ponyporonty első hely. Akkor még 5 éves voltam. És hogy történt? Fel tudnád idézni? Hát 25 méter gyorsat kellett úszni, hát és még azt hiszem fejjel se tudtam ugrani. Mennyire ment gyorsan megtanulása az úszásra? Mennyire volt nehéz? Hát először nem fogadtam szót a papámnak, az edzőmnek, és csak siklottam eleinte. Miért nem fogadtál szót neki? Még gyerek voltam, és még inkább játszottam. És még a mai napig a nagypapád az edző? Igen, de most már szót fogadok neki. Mennyire nehéz az, hogy a nagypapád az edző, mert hogy úszodán kívül is találkozol vele, mennyire tud szigorú lenni hozzád? Hát szigorúbb, mint a többiekkel. És hát amikor nem vagyunk az úszodába, akkor nagyon aranyos. Hogy telik egy napod? Reggel fölkelek 5:30-kor, elmegyek az úszodába, jön apukám értem, utána megyek az iskolába, hazamegyek, tanulok, eszek, és utána újra az úszoda, és újra alvás. Mennyire nehéz fölkelni reggel? Mostanában már megszokom, de az év elején nagyon nehéz. Melyik az a pontja a napnak, amit a legkevésbé bírsz? A reggeli edzés, amikor bele kell ugrani a hideg vízbe. Az olimpián szeretnék első helyezést elérni. Gondolom nem most Sydney-ben. Nem, majd 2004-ben Athénban. Szeretnék jól helyt állni. Belegondoltál abba, hogyha le kellene mondani az úszásról, akkor mi történne veled? Hogyan tudnád átélni? Hát én erre fölkészültem már kiskoromban, hogy ha valami történik, vagy mégsem megy olyan jól az úszás, akkor átállok kosarazni.